Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. A műsor az NKA támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ami is, mint egy extra epizód, méghozzá azért, mert elsősorban egy könyvvel fogunk foglalkozni. Bár ki fogunk térni egy picit majd az írónak a zenei múltjára is, hogy ne érezze magát teljesen komfortosan az adásban. Analizálás lesz, pszicholózis. A vendégem ugyanis nem más, mint Haklik Tamás vagy, ahogyan lehet, hogy néhány hallgató jobban ismeri, Soccer Rhymes. Köszöntök minden hallgatót. Soccer Rhymes amúgy, hogy ezt már videó kapcsán is észrevettem, de nem baj. Tehát jó, mint ahogy a izét szokták, tudod, a Clash City Rockers-et így a rockereket így lemaradjavosítottad te is, vagyis a Soccert. Ennyi. Nem baj. Ugye hát azért lehet téged ismerni elég sok helyről, meg elég sokféle platformról. Ugye többek között a zenei karriereden túl ott volt annó a Gettó Rádió, ugye, ahogy beszélgettük adás előtt, de megfordultál még akár újságcikkekbe is. Volt Borzongás magazintól kezdve tényleg sok minden, és most eljutottunk odáig, hogy igen, és eljutottunk odáig, hogy megjelent az első regényed is a Beton címmel. Akik követik a csatornát, ők már lehet, hogy látták a videót, amit csináltam egyfajta ilyen ajánlót róla. És mikor azt az ajánlót én csináltam, pontosabban már amikor a kéziratot olvastam, én akkor tudtam, hogy szeretnélek téged meghívni ide egy beszélgetésre. És hát most udasztál is egy csomót érte, hogy tudjunk beszélgetni, úgyhogy ezt köszönöm szépen, ez egy külön megtiszteltetés. Persze, én köszönöm a meghívást, tehát ez így benne van az utazgatás sok szor az életemben, így koncertek kapcsán is, meg ilyesmi, úgyhogy nekem ez nem probléma. Ugye azt mondhatjuk szerintem, hogy a Beton egy felnövés regény, de én arra lennék kíváncsi elsősorban, hogy amikor benned először megfogalmazott a gondolat, hogy a Betont megírd, akkor hogy ugrottál ennek neki? Ez 2018-ban volt, amikor elhatároztam, hogy meg fogom írni ezt a regényt. Igazából, hát ahogy előbb is mondtad, cikkírásokkal kezdődött nekem az, hogy kiéljem magamból ezt az írói vénát, ami bennem van. Később írtam 2015-ben egy regényt, tehát az volt az első regényem, amiből végül nem lett kötet, tehát nem lett kiadva. Aztán éreztem, hogy van még bennem valami. Az első regény egyébként az egy riportregény volt, tehát egy haveromnak az életéről szólt, és éreztem ezt, hogy tényleg van bennem még egy másik történet. Sőt, azon felül már megint van bennem még kettő történet így fejben. Aztán elhatároztam, hogy akkor megírom ezt. Részben a saját élettapasztalataimból merítettem, részben meg az írói fantáziámból született ez a Beton. Mondjuk százalékosan kéne lebontani, akkor hány százalék vagy te Magyar Ricsűben? Nehéz így százalékban behatárolni. Igazából most, hogyha azt mondom, hogy 30% Magyar Ricsi, 70% írói fantázia, lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy akkor a regénynek az első 30%-a, pedig nem, hanem vannak olyan fejezetek, amik mondjuk 90%-ban az ilyen mentalitásomat, ilyen látásmódomat tükrözik vissza, meg az ilyen valós történeteimet. De hát most, hogyha így fel kellene darabolnom, 30% mondjuk az, ami Magyar Ricsi. Mennyire? Vagyis ami azonos Magyar Ricsivel, meg az én életemmel. Mennyire írtad lineárisan ezt? Mert ugye azért azt elmondhatjuk, hogy attól függetlenül, hogy a Beton nem novellás kötet, azért elég sok fejezet van, ami működik önálló sztoriként is, vagy ilyen korlenyomatként. Ezt te sorban írtad, vagy össze-vissza? Sorban írtam. Tehát ez valójában így volt a fejemben is megszületve igazából, ahogyan itt könyvformájában létrejött. Tehát tényleg úgy kezdtem, ugye, hogy szakmunkás képzőben találkozik a Magyar Ricsi egy haverjával, aztán utána visszaugrunk az időben
az általános iskolába, és onnantól kezdve halad végig a történet. A főszereplő 30-en túli korszakába. Ugye azért elég erősen benne van a korlányomat, meg a mostani 35 pluszosoknak a fiatalsága bőven, és egészen addig, ameddig ugye el nem érkezünk kvázi a jelenbe, ugye a sztori vége felé, addig azért szerintem elég erőteljesen funkcionál korlányomatként is. Persze, hát nem is a jelenbe lényegében, mert tehát egyébként nincsenek benne évszámok, ez biztos te is észrevetted. Tehát sok minden, 90-es évek is abból derül ki, hogy ugye a Jó MTV Raps 1988-tól 95-ig működött ez a nagyszerű tévés rap műsor, meg hogy külön vált Szlovákia, meg Csehország, akkor amilyen szállanként lehetett kapni cigarettát, lehetett vásárolni Magyarországra csempészet, gáspréket. Tehát ezek benne vannak, ezek a dolgok, és igazából nem biztos, hogy kiderül az olvasó számára, de a vége fele az ilyen, én olyan 2010-ig, 2010-valahány környékére tenném egyébként. Ezért mondom, hogy nem teljesen a jelenben. Igen, és... ugye pont ilyenekből lehet betájolni kb. Hogy hol tart a sztori, hogy azért, hogy aki ezeket végigélte, az kb. Szerintem sejti tudott, hogy mikor éppen mi volt. Persze. Ezért mondtam, hogy nagyon jó funkcionál korlányomatként is. Ja. Hát igen, a 90-es években tehát nagyon éltem a rap világot. Alapból ilyen 91-92 környékén kezdtem el megszeretni a rap zenét. Hát egy populáris arccal kezdtem igazából, Márki Márkkal. Lehet, hogy a mai korosztálynak Mark Wahlberg színészként ismerősebb az arc. Aztán jöttek ilyenek, hogy Chris Cross, ugye 92-ben jelent meg az albumok, én akkor teljesen szét voltam tőlük, hogy én voltam 92-ben 12 éves, ők meg ilyen 13-14 éves kölykök voltak, de jobban felnéztem rájuk, mint a felnőttekre. Hát figyelj, az egy nagyon jó kitalált produkció volt szerintem. Tehát akkor szerintem majdnem mindenki megkajálta. Persze. Meg akkor jelent meg az első House of Pain album is például. Meg tényleg úgy szippantott be engem ez az egész hip-hop kultúra, hogy tisztán emlékszem, unokatestvéreméknél voltunk Szerencsén, és hát ott a felnőttek beszélgettük a felnőtt dolgokról, mi bátyámmal odébb mentünk, hogy nézzünk valamit a tévében, mert úgy nem tudtunk bekapcsolódni a beszélgetésbe. Aztán, nézd csak, rap műsor van. Tudom, mi ez? Jó MTV Raps. Hát akkor azt innentől kezdve minden héten nézem. Hétvégenként volt, azt hiszem, szombaton vagy vasárnap déltől, kettőig, tehát két órás őrület volt. Később meg átrakták, úgy emlékszem, hogy éjfélre. Hát akkor már úgy nem mindig tudtam nézni, hát ugye vasárnaponként ment, másnap meg suli volt. Vagy lehet, hogy szombatonként ment, de akkor is néztem, mert ugye egy tévé volt a házban, szóval anyámékat nem akartam zavarni. Na, szóval az a lényeg, hogy igen, ez a 90-es évek, ez azért jelenik meg ilyen erősen a könyvben, mert hogy az én életemben is egy nagyon fontos korszak volt. Ugye akkor alakultak ki barátságok is az életemben, ilyen szorosabb barátságok, többnyire a repzen által. Nem tudom igazából, hogy nem, csak szeretném úgy. Nem, tehát benyomásodra voltam kíváncsi, vagy hogy meg ugye arra tudod, hogy akkor ezt mondhatjuk is, hanem mondjuk akkor korlányomatnak is szántad. Tehát nem csak így alakult, hanem hogy te szereted is volna, hogy ez ilyen legyen. Igen, nem mondom azt, hogy amikor elkezdtem írni, akkor ez tudatos volt bennem, de végül is ez kerekedett ki belőle. Tehát így tényleg sodort magával az egész dolog. Ugye sok minden tényleg fejben megvolt már, tudtam, hogy fog kezdődni, tudtam, hogy fog végződni. Az eleje és a vége között hogyan fog alakulni a főszereplőnek a sorsa, milyen fontosabb konfliktusok lesznek benne előre. Megalkottam magamba például az Ákos nevű karaktert, hogy a kettőjük kapcsolata hogyan fog alakulni, vagy az Annával történő kontaktját, meg ilyesmi. Úgyhogy
többi az meg sokszor írás közben jött. Igen, ugye ezt azért is kérdeztem, mert most nyilván nekem még egy ilyen messzi távlat, amire a regényem megjelenhet. Mindig mondtam, meg mindig csipegtettem dátumokat, de rájöttem, hogy teljesen felesleges, mert még nem írta meg magát, úgyhogy nekem is volt olyan, hogy tök sokszor formálta magát a sztori írás közben. Volt, hogy radikálisan más lett például, mint hogy én elterveztem, és kíváncsi is voltam, hogy neked voltak-e ilyenek, de akkor volt ilyen, hogy magát írta közbe. Persze, magát írta, ezt teljességgel elmondhatom. Meg nem változtattam utána igazából, mondhatjuk, hogy semmin. Annyi, hogy tehát mielőtt a kiadóhoz eljutottam vele, nem változtattam semmin. Annyi, hogy a Tekken királya című fejezetet azt utólag írtam meg. Tehát nekem ezzel ilyen lépcsőfokok voltak ezzel a regénye, hogy 2018 nyarán 3 hónap alatt megírtam, tényleg az egészet. Aztán akkor részt vettem vele egy irodalmi versenyen, az erdélyi előretolt helyőrség irodalmi ilyen csapat készített vagy rendezett egy irodalmi versenyt, be kellett küldeni a teljes kéziratot, aztán ők elbírálták. Hát annyira nem tetszett nekik, hogy helyezést érek el vele, de egyébként a többiek is tetszett annyira, mert a meghirdetett fődíjnak az összegét lejjebb csökkentették utána. Tehát ezek szerint lehet ilyet, tehát lényegében... Még elég érdekes azért. Finoman szólva. Hát figyelj, saját magukkal írtak alá, biztos csak szerződést érted, aztán megszedték a szerződést, vagy nem tudom, na mindegy. Nem is akarom én ezt úgy annyira kifejteni. De de arra azért kíváncsi vagyok, hogy ezt amúgy csalódásként élted meg akkor? Csalódásként éltem meg, mert számomra zseniális volt ez a regény már akkor is. Tehát tényleg olyan regényt írtam, amit szerettem volna. Aztán utána beküldtem egy kiadónak, amelyik folyóiratként is működik. Hát kimondom a nevét, Magyar Napló. Nyugodtan kimondhatod itt mindent. Azért, mert az előbb említett legelső regényemből egy részletet publikáltak ők. És úgy gondoltam, hogy ha azt tetszett nekik annyira, hogy közé tegyék a folyóiratban, akkor talán ez is tetszik annyira, hogy könyvformájában kiadják. Meg mondta nekem egy illető, hogy próbálkozzak meg náluk. Ebből azokból kifolyólag, amit előbb elmondtam. De hát azt válaszolták, hogy nem illik bele a profiunkba. Amin egyébként én nem is csodálkoztam, mert többnyire ilyen történelmi regényeket adnak, ilyen kalandregényeket, meg ilyeneket. Meg ugye a szókimondósága miatt is szkeptikus voltam, hogy talán tetszett-e nekik egyáltalán. És ezután ez viszont már annyira csalódottságként ért, hogy oké, leraktam. Tehát többet nem is foglalkoztam vele, írogattam inkább novellákat, azokat beküldözgettem folyóiratoknak, meg ebből fejezeteket beküldtem például a Csillagszálmónak, amelyik meg is van benne említve, meg most fog majd megjelenni vagy szeptemberben, vagy október elején egy recenzió a Betonról a Csillagszállóban. Mire megjelenik ez a podcast, lehet, hogy addigra már olvashatják az emberek, nem tudom, hogy mikor fog megjelenni. Egyébként. Még én sem tudom pontosan. Na, nem baj, mindegy. Meg a Közellenség című fejezet lesz még benne. Na, és ahogy ők, tehát tőlük kaptam olyan pozitív visszajelzést, ami alapján azt gondoltam, hogy na jó, akkor ebből még lehet akármi is, tehát még kiadott regény is lehet belőle. És az interneten láttam egy másik irodalmi versenyt 2021-ben, tehát majdnem odáig állt tényleg a regény, csak így a laptopomon, meg ezek a fejezetküldözgetések voltak. És az meg úgy történt, hogy oda egy fejezetet kellett beküldeni, azt ők
online kirakták, és szavazni lehetett rá. Ez az a Dombalatti Galéria, ugye? A Dombalatti Galéria című fejezet volt, pontosan azt küldtem neked is. Igen. Akkor, és utána beszéltünk arról, hogy mivel neked tetszik, elküldöm a teljes kéziratot. Igen, aztán... igen. Meg emlékszem, igen, hogy meg is kértek, hogy szavazzak, és szavaztam is, emlékszem. Ja, meg ki is toltad a saját csatornádon. Igen. Tehát az írói, újságírói profilodon is. Igen, hogy szavazzanak is rá, igen. És az a lényeg, hogy ott körülbelül 320 nevező volt, valami sokan írnak regényt, tényleg, tehát csak regényekkel lehetett indulni, nem novellákkal. És 500 valahány szavazattal lettem a 17. Nem tudom már pontosan, hogy 2 vagy 3 héten keresztül kellett szavazni. Az első héten még ilyen 7. voltam, mondom, frankó, bejutok az első 10-be. Mert egyébként, ha bejutott valaki az első 10-be, utána került tovább a következő fordulóra. És ezáltal nyerhetett könyvkiadást. Az fel volt tüntetve egyébként az oldalon, hogy vagy kötetként, vagy e-bookként. Mondjuk én mindenképp arra hajtottam, hogy fizikai formátumban kapható legyen. Na, úgyhogy oda se kerültem be, és ja, előbb ezért mondtam el ezt az e-bookos történetet, hogy egyébként a fődíjat, aki megnyerte, csak e-book formában adták ki neki, úgyhogy nem is bánom, hogy nem kerültem be az első 10-be, meg onnan tovább. Na, de ezek a szavazatok, tehát több mint 500 szavazat, meg tényleg ezek a kommentek, meg amik privát üzenetek jöttek nekem, hogy tényleg ez mennyire jó ez a regény részlet, ezek annyira nagy motivációt adtak nekem, hogy akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen ki fogom adni ezt a regényt. Valamilyen úton, módon. Az egy elég jellemző fejezet, mondjuk, igen. Meg akkor felkeresett engem egyébként a Nagy Judit Áfonya, aki később megalapította ezt a kiadót, tehát volt a fejében egy ilyen ötlet, hogy a Talentum House kiadót megalapítja, és így került kiadásra, ő lett egyébként a regénynek a szerkesztője is. Ja, meg és ugye én még azt mondtam... Azért emeljük ki, tehát hogy ahhoz képest, hogy ez egy viszonylag induló kiadó, meg kis kiadó, nagyon jó munkát végzett. Tehát hibát, ami ilyen pici elgépelés. Én is egyetlen egy helyen találtam meg, úgyhogy szerintem egyre gondolok. Lehet. Már nem tudom, hogy mindig az elején pontosan van valahol, és így... Így, na, mondom, utána direkt így ki is voltam hegyezve, és figyeltem, de nem találtam, ami azért érdekes, mert ott sokszor nagy büdzsés, több ezer példányban megjelenő regényeknél olyan szarvas hibákat látok, hát, hogy fogom a fejem, hogy Jézus. Figyelj, én nagyon odafigyeltem rá, tehát ugye, amikor szerkesztettük közösen Áfonyával, akkor vagy háromszor átmentem tényleg minden fejezeten, nagyon rákoncentráltam, hogy ne legyenek benne hibák, akkor tördelés előtt is még egyszer átnéztem, meg még tördelés után is, tehát hogyha rossz regény lenne, akkor simán meguntam volna, de szerencsére nem. És hát nem tudom, hogy az az egyetlen egy hiba az hogy került bele. Úgy annyi végül, kell. De annyi kell, jó. Ja. Meg azért is örülök ennek, hogy egy ilyen underground kiadó, mert ezek, tehát ők nem szóltak bele abban, hogy nézzen ki a borító. Én voltam az, aki ezt kitalálta, hogy mi legyen rajta. Én voltam az, aki kitalálta, hogy legyen rajta jó MTV Raps, graffiti a falon, Chicago Bulls pullover legyen a srácon, ez Magyar Ricsi, ugye a főszereplő, akkor Nike cipő legyen rajta, ez is benne van a regényben, hogy amikor elkezdett a haveréval dílerkedni, akkor tudta megvenni ezeket, igen, a cipőket, igen, eredetiben, meg ilyesmi. Meg ugye a sörös doboz, meg a spangli a kezébe. A hátlapján a szöveget az viszont Áfonya írta. Ja, úgyhogy tényleg minden szempontból olyan lett így a regény, amilyennek szántam. És ja, előbb azt akartam mondani, amikor így egymás szavába vágtunk, hogy egyébként próbálkoztam nagyobb kiadóknál is. Most lehet, hogy ez valakinek hogy hívják. Hogy ja,
akkor biztos szar, hogy nem adták ki, de hát nagyon nem. Nehéz bekerülni egyébként. Igen, nagyon nehéz. Első kötetesként rettenetesen nehéz bekerülni. De sokszor még harmadik, negyedik kötetesként is, mert hogy ugye egy ilyen félig fikciós regénnyel, ami azért kényes témákat is boncolgat, ezt meg ugye eleve szeretik is így félretolni, tudod, hogy aha. Nem hát, feltétlenül az, ami igen, úgy könnyen. Sőt, nem is tudnék mondani hirtelen most olyan nagyobb kiadót, akinél jelent meg hasonló, és nem olyan, ami mondjuk egy külföldi bestseller magyar fordítása. Igazából én tehát az egész magyar piacot nézve nem tudok olyat mondani, ami hasonló. Jó, vannak apróbb hasonlóságok, tehát vannak olyan regények, hogy bemutatja ezt a városi életet, ezt a paneltelepes életet, de az ami ennyire keményen boncolgat különböző társadalmi problémákat, meg ennyire kötődik a repzenéhez, ugye meg vannak említve benne különböző előadók is. Nem mentem bele ilyen hip-hop történeti dolgokba, de meg vannak említve különböző előadók, ahogy mondtad te is, ugye rögtön az elején Ice-T. Igen, hogyne. De mondjuk nem csak Ice-T, hanem rögtön itt az első oldalon, vagyis az első fejezetnek az első oldalán, tehát 11. oldalon Ice Cube, vagy meg az NWA, később benne van Easy, mondjuk ugye az AIDS miatti halála kapcsán van meg említve, akkor ott van a Bontax, amikor hallgatja a kis csaj a Walkmanbe, pont a kedvencét Magyar Ricsinek, amikor Miskolcról jön haza, tudod, CD-ket vett, és akkor a csaj meg Bontaxot hallgatja. Úgyhogy, ja, így ezek miatt szerintem nem hasonlít semmire, meg hát ezt a borsodi világot is kőkeményen bemutatja azt, hogy miért kezdenek el drogozni a fiatalok. Ez is olyan sztori egyébként, hogy ezt lehetne még így a regényen kívül is boncolgatni egyébként. Ami még két nagyon fontos kérdésem lenne, az egyik az az, hogy ugye, bár ezt én is mondtam, te is mondtad, meg a recenzióba is írtam, hogy ugye fontos társadalmi kérdésekre reflektál. Neked ez személy szerint volt fontos, vagy pedig ugye azért, mert hogy te eleven a magánéletben a civil foglalkozásod is elég erős, teljesen kötődik ehhez a területhez? Hát, ja, bivaj erősen kötődik ez a területhez, mondhatjuk, mert szociálpedagógus vagyok. 2003-ban kezdtem el főiskolára járni Ászberénybe, és akkor, amikor én elkezdtem ezt az iskolát, akkor már el is helyezkedtem hajléktalanellátásba a lakhelyem Nózdon. Úgyhogy nagyon fontosnak tartottam ezt, hogy rávilágítsak rengeteg olyan szociális problémára, amit mondjuk nem is a szakmám során ismertem meg, hanem még fiatalként. De azért kezdtél el ezzel foglalkozni, mert már fiatalként láttad, hogy ez így probléma, van, és foglalkozni van, kell így vele? Így van. Ja. Tehát végül is igen, hogyha így kikerekítsük a témát, akkor nem azért írtam meg ezt, mert én szociálpedagógus vagyok, hanem azért, mert fiatal koromban is láttam már ezeket a dolgokat, és utána lettem szociálpedagógus. Például több olyan haverom, barátom volt ilyen késői kamaszként, akiket bántalmaztak otthon. Vagy az apja bántalmazta, meg piás volt az apja, meg ilyesmi, és ezek tényleg ilyen nagyon nagy hatással voltak rám. Nem sűrűn beszéltek ezekről a dolgokról, de volt olyan, hogy mondjuk amikor részegen ültünk a pincébe, vagy valami, akkor ezek a témák előjöttek. Meg valahogy én mindig ezekhez az ilyen keményebb sorsú emberekhez húzódtam. Tehát 92-ben én a Városközpontból, panel soron laktunk, családi házba költöztünk. Ugye nem voltak olyan nagyon nagy lóvésok a szüleim, de fatarom szobafestőként dolgozott vállalkozóként, meg hitelt vettek fel, és akkor ugye eljutottunk odáig, hogy panelből az évek során családi ház, meg a kis csoki barna Trabantból, előbb piros lada, aztán utána meg már nem is tudom, milyen Samara volt, ami abban az időben nagyon jó autónak számított. Ja. És ott jóban voltam ott a szomszédjaimmal, tehát együtt bicikliztünk, meg
tudom én, bújocskáztunk, meg minden hülyeséget csináltunk, amit szoktak a gyerekek, köpőcsöveztünk, tudod, ebből a barna köpőcsőből fújkáltunk ki a bogyókat, amiket összeszedtünk. De ahogy egyre idősebb lettem, egyre idősebb, hát mondjuk nem 12 voltam, hanem 14 vagy 15, akkor valahogy mindig ezekhez a inkább az ilyen paneltelepi srácokhoz kezdtem el húzódni, érted? Meg amin izgalmasabbnak tartottam az ő humorukat, meg így a látásmódjukat, mint mondjuk azokat a fiatalokat, akik arról beszéltek, hogy hány százezer forintból vettük meg a legújabb gyorsasági motoromat, vagy ilyesmi. Persze. Meg később is egyébként, amikor Újpesten laktam, ott laktam egy kollégiumban, ott érettségiztem, mert tudod, akkor úgy volt 2001-ben, hogy otthon csak esti tagozaton lehetett volna elvégezni a gimnáziumban, ami 4 év volt. Én meg kaptam egy olyan információt, hogy Újpesten van egy dolgozók nappali tagozata, tehát akik már szakmunkásképzőt végeztek, azok 2 év alatt el tudják így nappali tagozaton, tehát le tudnak érettségizni. Na mondom, akkor megyek oda, inkább leszek kollégista, mint hogy otthon legyek, aztán meló mellett valami, vagy tanulás mellett melózzak valamit, meg tényleg dupla annyi idő legyen, amire megvan a végzettségem ahhoz, hogy tovább tanulhassak. És ott a kollégiumban az egyik legjobb barátom például egy olyan srác lett, aki Miskolcon lakott Gyivibe, tudom én, 10-12-13 éves korától, mert meghaltak a szülei. Meg vadalkoholisták voltak, meg ugye ott is ezek a családon belüli erőszak dolgok, úgyhogy ezeket a sztorikat igazából ebből merítettem, hogy ezek a srácok baromi nagy hatással voltak rám, hogy tényleg más életet éltek, mint én gyerekkoromban is. Neked ez teljesen kimaradt? És a családon belül erőszak az teljesen, szerencsére. De tudod, volt bennem egy ilyen empátia mindig ezek iránt az emberek, meg gyerekek miatt, ami egyébként abból is adódik, hogy nem nagyon szoktam erről beszélni egyébként sehol, tehát haverokkal se beszéltünk erről. Tehát nem is tudták rólam, hogy nekem volt egy ilyen egészségügyi problémám 10 éves koromban. Egyszer csak álmomban elkapott egy ilyen hülyeség, hogy epilepsziás roham. Fogalmam sincs, hogy miért. Az orvosok azt mondták, hogy állítólag azért, mert előtte pár héttel vagy hónappal elestem a biciklivel, és akkor olyan fejsérülésért, hogy megpattanhatott egy ér az agyamba, de tudod, nem mentünk el vizsgálatra, meg semmit. Tehát felálltam a bicikliről, jó. Jó vagy, fiam? Na, jó vagyok, anyulk, és semmi. Jó, vérzett ott meg, mit tudom én, de nem, tehát nem tört be a fejem, meg ilyen súlyosabb dolog nem lett. Na, de azt mondták, hogy valószínűleg ettől emiatt van, vagy volt. És igazából ez engem nem is zavart. Tehát ugyanúgy jártam biciklizni, nézhettem a tévét, jó, meg volt határozva, hogy 3 óránál többet ne tévézz egy nap, mert szóval vibrál, meg mit tudom én, micsoda, de hát faszom sokat egyébként 3 óránál többet tévézni. Érted? Jó, mondjuk, hogyha minden nap ment volna a Jom TV Raps, akkor biztos, de egyébként nem. Meg hogyha a Jom TV Raps 3 óránál több lett volna, akkor egyértelmű. Na, de arra akarok kikodni, hogy tehát semmilyen hátulütőjét nem éreztem ennek egészen addig, amíg ezt ki nem kotyogta az akkori osztályfőnököm. Mondom, ilyen 10 éves lehettem, mert emlékszem, hogy még alsós voltam, tehát az alsó 4 osztály valamelyikébe jártam. És ez belőlük ilyen kajak ellenszenvet váltott ki, hogy emiatt tehát csúfoltak engem, meg így kiközösítettek, érted? Egy olyan dolog miatt, amiről nem tehettem. Mert abszolút, igen. De az meg nem tehetek róla. Meg még ha tehettem is volna róla, tehát most ez nem, na mindegy, tehát érdekesnek tűnt ez nekem, hogy
egy olyan dolog miatt cikiznek, ami önmagában egy szar dolog, meg ha azt nézed, van olyan, akinek torkán akad emiatt a nyelvet, tehát úgymond lenyeli a nyelvét, igen, és igen. Ott marad. Most, hogyha én 10-11 éves gyerekként ott maradtam volna emiatt, nem tudom, hogy hogyan reagáltak volna rá utólag ezek az osztálytársaim, akiknek ilyen különc voltam emiatt a szemében. Na mindegy. Én elhittem nekik, hogy jó, emiatt én másabb ember vagyok, úgymond alacsonyabb ember vagyok náluk igazából egészen addig, amíg egy cigány származású srác került az osztályba, Józsefvárosból költöztek Ózra, lehet, hogy régebben is Ózon laktak, aztán Pestre költöztek, ott meg nem boldogultak, vagy elúszott a pénzük, hogy valami ilyesmi. Egyébként ez szerintem te is rágott, hogy ez az Újonc nevű, vagy Újonc című fejezet. Tehát igen. Ez is olyan, hogy ezt mondhatjuk, hogy 90%-ban a valóságra épül. Annyi, hogy azért olyan kőkemény autoritások nem érték a srácot, tehát nem tették tönkre a sportcipőjét, miközben tornaóra volt, de keményen oda pörköltek neki, keményen kimutatták felé, hogy na, te nem vagy közénk való. És tudod, akkor jöttem rá arra, hogy igazából bármilyen másság gonoszságot válthat ki az emberekbe. És szerintem ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én bennem növekedett az empátia az ilyen emberek felé, akik nem tehetnek a sorsukról. Most az, hogy valaki minek születik, nem tehet, érted, most születés előtt embrióként nem tudja megmondani, hogy na jó, van most akkor én magyar akarok lenni, én meg amerikai akarok lenni, vagy mit tudom én. Meg hát a betegség is. Persze jó, vannak olyanok, akik tehetnek a betegségük valamilyen szinten. Hát jó, igen, most nem akarom sorolni, de persze. Most... Na. De ez nem egy olyan dolog volt. Úgyhogy így jött nekem ez, hogy én vagy állami gondozott gyerkőcökkel szeretnék foglalkozni, vagy hajléktalanokkal. Aztán igazából 2003-ban egy ilyen munkahelyre kerültem, ami hajléktalanlátás, és azóta is ezt nyomom. Volt egyébként egy kiruccanásom, pár hónapos gyermekek átmeneti otthonában dolgoztam, de visszamentem a hajléktalanlátásba, mert ott meg kicsit olyan gáz volt nekem az, hogy ugyanazokat a szabályokat kell betartani a 15 éves kamaszkölyökkel is, mint az oldáskorúval, meg amikor az egyik kisgyerek nevelőszülőkhöz került, akkor én napokon keresztül azon gondolkoztam, hogy jobb lesz-e ott neki. És a hajléktalanoknál, ugye felnőtt embereknél, meg ez nincs bennem, mert úgy vagyok vele, hogy jó, hát biztos feltalálja magát. Tehát nem egy kisgyerek eszével gondolkodik. Persze. Meg vannak a lehetőségei arra, hogy valamilyen szinten változtasson az élet körülményein. És egy kérdésem van még a végére, az pedig az, hogy ugye a könyv elején rögtön Szabó Simon mondja már borítón, hogy abszolút filmért kiállt, hogy ő segített is neked valamilyen szinten reklámozni a könyvet, de például ezen felül nem gondoltam mondjuk arra, hogy Ózdiként mondjuk egy Majkát megpróbálja befűzni, de egy figyelj, srácok, olvassátok ezt, tehát valamilyen szinten az erő is ugye onnan jött, illetve hogy szerinted lehet ebből film? Hát figyelj, most azon, hogy Majkát felkeresem, azon nem gondolkoztam, megmondom neked őszintén. Mondjuk ha elolvasná, örülnék neki, legalább kapnék tőle is egy véleményt, hogy neki mennyire jön át ez, ami lényegében olyan hasonló dolgokat tartalmaz, amit ő is átért annó. Szabó Simon, hogy filmet csináljon belőle, 50-50% az esélyre, szerintem. Tehát az biztos, te is tudod, hogy nagyon sok pénznek a függvénye ez, hogy egy regényből, vagy bármiből nagyjátékfilm készüljön, mozifilm készüljön. Úgyhogy jelenleg ez ilyen beszélgetünk róla szinten tart. Ez a dolog, most olvassa újra a betont, aztán
Hát szerintem az idejétől függően lassan neki áll megírni a forgatókönyvet, utána társulnia kellene, vagy társulnunk kellene egy producerrel, aki megpályázza rá azt a bizonyos összeget, ami a szükség van. Hát én azt mondom, hogy nekem, mint egy átlagembernek sok pénz szerintem, de filmes körökben mondjuk azt mondta Simon, hogy nem annyira sok, csak tudod, úgy kell megcsinálni ezt a filmet, hogy azért minden úgy nézzen ki, mint a 90-es években kinézett. Bár én azt mondom, hogy Ózdon még most is vannak olyan helyek, amik úgy néznek ki. Nem akartam ilyen gonosz lenni, de igen. Hát nem vagy gonosz, hát most ez az igazság. Figyelj, még most is vannak olyan graffitik, amik fent vannak a falon 95 óta. És annyi, hogy le kell szedni azokat plakátokat, azért az nagyon nagy meló lenne, hogy olyan autókat szerezni, amik akkor voltak, Trabant, Lada, Dacia, Wartburg, ilyeneket, meg olyan cuccokat szerezni, amiket annak idején hordtak a rapperek, olyan mezeket, mondjuk nekem itt a Starter Dodgers az már megvan, kölcsönvettem Dope-mennek a izéjéből, Vrizsd a lóvét videóklipjéből, egyébként tényleg ugyanolyan. De tehát ezek a dolgok azok, amik így felnyomják a büdzsét szerintem. Ja, meg az is igaz, hogy vannak olyan részek a regényben, amik külföldön játszódnak, de szerintem ezt te is tudod, hogy azokat lehet forgatni akár Magyarországon is. Hát mennyi olyan film van, hogy például Norvégiában játszódik és Budapesten forgatták. Úgyhogy ezek megoldhatóak szerintem, de tényleg nagyon jó lenne, hogyha film készülne belőle. Simon meg tényleg nagyon szívügyének tekinti ezt a dolgot. Meg hát nem tudom, hogy abba belefoljunk esetleg, hogy hogy jött ez az ötlet nekem, hogy én ráírjak. Mert sokak számára figyelj, az is ilyen kérdőjel, meg ilyen érdekes. Figyelj, azért ne foljunk bele, mert hogyha sikerül összehozni belőle a filmet, akkor azt majd együtt itt kibeszélitek belőle. Jó, nagyszerű. Legyen egy ilyen optimista töltettel vége. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm én is. És nagyon remélem, hogy sikerült meghozni a hallgatóknak a kedvét a könyvhöz. Be fogom tenni a rendelési linket a leírásba, illetve azt is, hogy Tamásnak az oldalát hol tudjátok követni. Higgyétek el, hogy érdemes, illetve a könyvet is érdemes elolvasni. Aztán tartsatok velünk a következő extra adásba, illetve a heti rendszeres adásokba is. Sziasztok! Elosztok!